hangversennyel és egy kisebb ünnepséggel nyílt meg Verseki Ferenc népi iparművész fazekas kiállítása Tolnán a Magház melletti udvaron. A megnyitón Appelshofer Ágnes Tolna polgármestere arról beszélt, hogy Verseki Ferenc 5 évvel ezelőtt megígérte neki, hogy egy új kiállítási anyagot alkot. Így is lett. A városvezető elismeréssel nyugtázta az iparművész fáradhatatlan munkabírását, végtelen alkotási vágyát, kifogyhatatlan inspirációját. A városvezető maga is nagy rajongója a népművészet mesterének, amit az is bizonyít, hogy számtalan versegi féle kerámia ékesíti otthonát. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a karácsonykor a kandallón a versegi Ferinek az illatmécsesével tudok illatot varázsolni, és karácsonykor a csengő az a versegi Feri csengője, és a karácsonyi halászlét is a művésznek a halaskészletébe tudjuk elfogyasztani, úgyhogy nekem elég sokszor eszembe jut a versegi Feri, azon túl is, hogy nyilván még egyszer mondom, hogy jóban vagyunk. A megnyitón Nagypülös Andrea, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum múzeológusa is méltatta Verseki Ferenc munkásságát. A fazekasság az nem 100 éveseknek való tevékenység, és az, hogy valaki úgy, hogy a családjában nincs fazekas, tehát nincs, akinek továbbadja a műhelyét, úgy gondolja, hogy 70 évesen benne még van annyi erő, kitartás, energia és jövőbelátás, hogy teljesen felújítsa a műhelyét, felújítsa a házát, és olyan alkotó műhelyet alakítson ki maga körül, ami már tovább viszi majd az ő tevékenységét, mert vannak tanítványai az ország minden részében, voltak, vannak és lesznek is. De igazából a környezetében nincs olyan, akinek ezt továbbadja, és a Verseki Ferenc mégis úgy gondolta, hogy már pedig ő ezt megcsinálja, és teljesen igaza volt. Ő a Habánnak a nagymestere minden értelemben, mert a teljes Habán anyagot átfogja korban és területben is. Tehát nagyon, vannak jó néhány olyanok, akik neohabán kerámiát készítenek. Legtöbben Tamás Laci bácsi tanítványai. Tamás László volt a Kaposvári Házipari Szövetkezetnek az elnöke évtizedeken keresztül. Feri is nála tanult. És bár Laci bácsi már 3 éve nincs közöttünk, a szelleme tovább visz. És Feri ennyi idősen is még úgy tud róla beszélni, mint ahogy 20 éves tanítvány beszél a mesteréről. Olyan tisztelettel, alázattal és szeretettel. A 70 éves alkotó 50 éve készíti a szebbnél szebb Habán kerámia termékeket, edényeket. Azt mondja, az volt a legnagyobb vágya, hogy egy teljesen új kiállítás anyagot hozzon létre. Tavaly elkezdtem korongozni őket, és az idén fejeztem be, mert 5 éve volt itt egy kiállításom, ahol én a végén tettem egy könnyelmű ígéretet, kijelentést, hogy ha jó Isten megadja, akkor a következő kiállításon egy teljesen új anyaggal fogok megjelenni. Sikerült. Nem teljesen, mert az a 4 tányér az nagyon bosszant, de nem volt már időm, hogy azokat már otthon megvan, le van korongozás, nem tudtam már befejezni, lefesteni. És hát mind színvilágában, mind formailag rengeteg új dolog van. Én akkor megálmodtam ide egy erre a nagy falra, hogy áttört tányérokkal, mert az a Habánnak ez egyik nagyon érdekes dolga. Mindig igyekszem újakat is adni. És most jutottam el oda, hogy ami igazán vágyálmam volt, hogy egy teljesen új anyag. Tehát itt, aki most idejön, az hát sok változást fog látni, mert muszáj mindig megújulni, mert ez élteti a népművészetet szerintem. Egy sárgamázas kékmintás étkészlet előtt, ami megint egy érdekes. Valamikor én csináltam sok évvel ezelőtt egy sárga alapon kékmintásat, más mintával, de itt még hozzájött a kékhez a barna, és abban csak a sárga és a barna, vagy a kék díszítés volt. És úgy gondoltam, hogy megmutatom azt, ami a lehetőség.
hogy komplikáltabb minta, egyszerűbb minta, a poszthabánt, mert ugye most itt látható három olyan készlet, ami nem a habánmázzal készült, hanem a habán mintákkal, de az már a habánnak a vége felé készült, amikor már fazekas mázakkal is dolgoztak, mert azokat már a nagy gazdagok meg tudták venni. Most azért csináltam egy olyat, hogy van mindegyikből. Van a sárga, a kék, a fehér, és akkor van a natúr terrakotta mázzal, a zöld mázzal és a kék fazekas mázzal is csináltam dolgokat, mert itt a habának a sokszínűségét szerettem volna megmutatni, és most úgy érzem, hogy sikerült úgy összehoznom, ahogy azt én szerettem volna, és ahogy én azt elképzeltem. A népi iparművész továbbra is tele van tervvel. Új alkotó műhelyében jelenleg a színekkel kísérletezik. Régen is csináltak például a sötétkék engóbbal, fehér díszítéssel. Na most ez még vissza van. Meg hát még a színesben is van még sok minden. Csak idő. És ugye hát a 70 év azért kicsit nyomja az ember vállát. Nem tudok olyan gyorsan dolgozni, mert hát az idővel múlik ez sajnos. De nem adom föl, mert Vörösvári Ferenc írt, adott ki két habánkönyvet, és amikor megkaptam tőle az elsőt, akkor átnézegettem egy nap, és akkor másnap felhívtam a Ferit, és mondtam, hogy Ferikém, adtál 30 évre munkát. Szóval hogy? Hát mondom, annyi új, tehát olyan habánanyagot tett be abba a 200 valahány képet, ami nekünk is ismeretlen. Tehát a világban egy ismeretlen volt, magánygyűjteményekből szedte össze, és csodaszép dolgok vannak. Na most hát onnan szedtem ehhez is ötleteket, de még rengeteg van. Tehát még 10-20 évet szeretnék alkotni, ha az égiek megadják, hogy az egészségem fogja bírni meg, hát egyáltalán.